A mozgás és a zene ősidők óta összetartozik. A zenéből sugárzó erő ritmusba hoz, jelentőséget kölcsönöz minden egyes mozdulatnak. A zeneművészetben a szvit eredetileg stilizált táncok sorozatát jelentette, egy nyitánnyal bevezetve, azonban Bach korában Ernével illették egy szvitben fellépő tételt, ha az nem táncos jellegű volt. Johann Sebastian Bach D-dur szvit című darabját hallhatjuk most rövidesen, két fiatal tehetség előadásában, Pálfalvi Tamás trombitaművészt és az organ Dobszai Pétert hallgathatjuk majd. Pálfalvi Tamás 9 évesen kezdett trombitálni, a salgótarjáni származású trombitaművész az Egyesült Államokban a Bard College hallgatójaként tanult, egy ösztöndíj elnyerésének köszönhetően. Amerikából visszatérve Magyarországra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta tanulmányait. Számos nemzetközi verseny nyertese, a tavalyi évben pedig junior prima díjat kapott zeneművészeti kategóriában. Dobszai Péter zenei pályáját, mint orgonista kezdtem. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen az orgona tanulmányai mellett a karmester képzőre is felvételt nyert, ahol Ligeti András, Gál Tamás és Medvecki Ádám növendéke lett. A zeneakadémiai kereteken kívül számos mesterkurzuson is tökéletesítette tudását, orgonából és karmesterségből is. A fiatalkora ellenére már jó néhány versenydíjjal büszkélkedhet, hallgassuk most őket.